Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm Önöket az Országos Széchenyi Könyvtárban. Idén is a könyvtárlaton a 8. évben. A törzs vendégeket külön tisztelettel köszöntöm, és tisztelettel köszöntöm a mai előadóinkat, vendégeinket, fellépő művészeket, Bozó Andrea Jászai Mari díjas színművészt, Bagossy László Jászai Mari díjas színházi rendezőt, köszöntöm Csizmadia Tibort, igen, Jászai Mari díjas rendezőt, aki nagyon sokat segített abban, hogy összeálljon ez a felolvasó színházi műsor. Köszöntöm Márton László írót, József Attila díjas és Mészöly Miklós díjas írót, és Szkárosi Endre József Attila díjas költőt, irodalomtörténészt, egyetemi tanárt. Köszöntöm az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatóját körünkben, dr. Tüske Lászlót, és egy pici személyes kiszólásként köszöntöm Rónai Zsuzsát, aki segített most is abban, mint annyiszor már Szkárosi Endre mellett állva, hogy létrejön ez az est a szervezésben és a kontaktok frissítésében. Hát, hölgyeim és uraim, a törzsközönségünk tudja, hogy, ahogy mondtam már, 8. éve rendezünk könyvtárlatot, az idén emlékfolyamok címe a sorozatunknak. A vizeinkhez, a vizeinkkel határolt tájegységeinkhez kapcsolódó kulturális emlékezetet elevenítjük, idézzük fel, hiszen maga a víz, a folyó, a folyam emlékezett rétegek, sodrások szimbólumokként is érthető. A mai napon a Dunakanyarba Kis-Orosziba kirándulunk. A könyvtárlat valamennyi estje tiszteletadás a magyar és az egyetemes kultúra egykori és kortárs alkotói, a művészek, a műveik iránt. Január 19-e Mészöly Miklós születésnapja. Idén lenne 98 éves. Az írónak pedig elválaszthatatlan társa volt szó szerint jóban és rosszban a felesége, Polc Ellen író, pszichológus. Mészöly Miklós élete, története, munkássága, engedjék meg nekem, hogy azt mondjam, hogy kettejük története szinte. Tudják, hogy Mészöly Miklós eredeti neve Molnár, és hogy 1942-ben jogászdoktori diplomát szerzett. A II. Világháború alatt frontkatona is volt, Szerbiában hadifogoly. Számos munkahelye volt, különös például, hogy malom ellenőrként is dolgozott. Majd 1947-től lapszerkesztőként írásai megjelentek a 40-es évek végétől. A Báb Színház dramaturgia is volt. Gerőcs Miklós író szerint idézem, Mészöly Miklós ma két különálló emlékezeti művelet egyidejűleg jelenlévő figurája. Egy, anekdoták főszereplőjeként megjelenő különleges sármos pasas, aki könnyen teremtett kapcsolatokat emberekkel, fiatal női szíveket rabolt el, miközben Polc Ellennel élt, és egy kívülről nehezen megérthető sok évtizedes kapcsolat az övék. Emellett egy szerző, aki száraz, szikár, kopogós szövegek létrehozója. Talán csak egy közös van a két Mészöly figurában, a hajlíthatatlanság. Igyekeztünk többféle módszerrel és eszközzel bemutatni, megidézni ma este Mészöly Miklóst és Polc Ellent. Ennek egyik formája ez a mini tárlat és az olvasósarok. A tárlókban elhelyeztünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött hagyatékból kölcsönzött relikviákat, az Elégia című kötetet, amelyet az író 70. születésnapjára Márton László szerkesztett, és nem került kereskedelmi forgalomba. Nagyon jó barátságot, több évtizedes barátságot ápolt a házaspár a Nemes Nagy Ágnes Lengyel Balázs párral. Ennek darabjait is bemutatjuk itt, leveleket, levelezőlapokat, és fotókat, illetve az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményéből a Tolna megyei kisújságnak azt az 1947-es számát, amelyben Molnár Miklós Mészöly Miklósként először jegyezte egy írását, a Kamaszok címűt, legyenek kedvesek majd megnézni, és egy pici olvasósarkot hoztunk létre, hogy bemutassuk, milyen színes az ő életműve. Többek között például mesét is írt, méghozzá Reich Károly illusztrációival készült ez a könyv. A mai est első felében a házaspárt
idézzük meg hangsúlyosan. Nekem nagyon tetszett például a Bilincs a szabadság legyen című kötetet olvasván, amiből most részleteket hallhatunk majd Csizmadia Tibor válogatásában és rendezésében a színművészektől. Ez a mondat, aludj te oroszlány, legalább addig nem morogsz. Mő. Ezt a színészek sokkal szebben jobban fogják előadni, úgyhogy szólítom a színpadra Bozó Andrea színművészt és Bagossy László rendező urat. Mésző Miklós, Polc Alennek, április 26, cédula. Kincsem voltam anyunál, javul, de a beszédírás még hosszú dolog lesz, felugrom Dinihez. Anyu további ellátását megbeszélni, onnét hívlak, csók, M.Ő. Mésző Miklós, Polc Alennek, július 6, cédula. Kincsem, Péterrel most indulunk, hűtőben a leves, kenyér, van minden, gyere, M.Ő. Polc Alen megjegyzése. Jóci mama temetése után Nádas Péter ott volt, megy ki Orosziba. Mésző Miklós, Polc Alennek, július 19-e körül, cédula. Kincsem, Csórival másokkal mozgósokhoz mentem, kicsi kenyér van, neked elég lesz, a sarkon nem kaptak kenyeret, lemaradtam. Hondának lesz szervíze, Baranyai Laci adott egy címet, nagyon készségesek voltak. Gyüvök, M.Ő. Augusztus vége, szeptember eleje, cédula. Kincsem, a dinnye szeletek a hűtőben, edd meg. Útlevelet elintéztem, simán ment. Húst az utcában nem kaptam, útközben vagy Orosziban veszek. Részünkről 1-1,5 kiló után elég. Zöldeket elvittem, de mit eszel? M.Ő. Megjegyzés. Orosziban 45 vendég, hívott 28 helyett. Fiatalok, órákig tartó, csendes, meghitt, intellektuális együttlét. Útlevél, Hollandia, Párizs. Megadták, visszavonták. Nagy botrányok. Miklós tajtékzott, tiltakozott. Majd mi, Adria, Krik, írószövetségülésen, tagság defenzívája, Kulin leváltása. Október 12, cédula. Kincsem, Márta 4 után otthon van, már elkészült, de kéne egy fél nap, hogy összeüljetek. Csórihoz mentem, fekszik. Gyüvök. M.Ő. Megjegyzés. Szárszó. Megbeszélésre Csórihoz. Október 26-a, cédula. Paradicsomos káposztát nem vittem, neked nem maradt kaja akkor. A másik húsból egy kis darabot vágtam le, meg valami mélyhűtöttet. Vagy telefonálok, de gondolom, szerda reggelre bejövök. Erdélyi összejövetelt lemondtam. Jó munkákokat nekünk. Nem hagytad itt a kis oroszi kulcsot. Valamit találtam, hát elindulok. Vagy jövök délután. Megjegyzés. Kiment Orosziba. Előző héten vers, most őszanyánk írása. Anyám infarktusgyanúval átvittük a Lipótberre. Szegedi kórházi beutalásom emiatt elmaradt. Na meg a tárgyalás. December 20-a, cédula. Távirat jött, Judit filmje. Jól dolgoztam, folytatás itthon. Konyhában kutyának májtüdő Diniéktől. Agy neki még meleg volt. Gyógyszer nélkül jól megvolt, nagyokat csavargott, ette a kinti régi levest. Utána jövök. M.Ő. Megjegyzés. Elek Judit Máriana filmjéhez én is kirohantam. Este utána Eszterházi és Balassa Péter nálunk. 1985. február 20-a, cédula. Polc Alen Mészöly Miklósnak. Bevittem a klinikára átírni és Mártának átadni gépelni. Nagyon jó citromos csirkebe csinált az ablakban. Kalóriaérték kevesebb, mint 2 pohár tej, 1 zsemle, 1 tojás. Ma hambazó szerda. Javaslom, sétáljatok el kutyókával a déli felé.
és vegyetek kukoricadarát, nem lisztet. Holnap kórházba vonulok, de este vásárhelyiék. Aludj, te oroszlány, legalább addig nem morogsz. Csók. M.Ő. Május, cédula. Kincsem, nagyot teljesítettem, leadtam a lakáshirdetéseket. Sok jelentkezést fogadtam, írtam és megnéztem egy-két lakást. 36 fok hőség, ajaj. Most már pihenni kell. Ezeket ne dobd el, rajta vannak a napok, mikor megjelenik, és akkor telefonnál kell lenni. Julcsit jelentsétek be, cselédlánynak. Mutatkozzon be Erzsikének. Hogy vagy? Hogy lehet? Lelkem nagyon jól. Testem fáradt. De minden a lélek. Vigyázz ezért. Csók. M.Ő. Május, cédula. Kincsem, Erdeivel beszéltem. Nagyon szimpatikus. Vérhalomtérrel tartja a kapcsolatot. Hajlandó volna helyettünk letenni a pénzt. De itt az a rizikó, mondja, hogyan s milyen gyorsan tud nekünk másik lakást szerezni. Kiutalási nehézségek. Mondtam, hogy erre neked, s egy ügyvédnek jött ötlete. Vasárnap este hív, vagy hívjad. Hétfőn délelőtt jövök én is. Előbb intézkedni úgysem lehet. Csók, M.Ő. Május 22-e. Express levél Budapestről Szegedre, belgyógyászati klinika. Kincsem, esik, túl nagy a lakás, meg üres. Tessék meggyógyulni. Zajlik a lakásügy, most nem akarom végigmondani, írni, de a Naphegy oldalában, meg itt a Városmajor utcában van már-már elfogadható, csak éppen lépcső probléma. Viszont Bécsből hívott fel egy hölgy, ott olvasta a hirdetést, holnap vagy holnap után jön haza, akkor érintkezésbe lépünk. Pasarét, Harangvirág utca, a környéket, a házat már megnéztem, nagyon pofás, csendes, kulturált, kertes, így kívülről. Nagyon szép, nem is kicsi, üvegfedett terasszal a belső, csak ugyan hangulatos kert, hát meglátjuk. Most egy óra múlva indulok Lojzihoz, onnét a bíróság. Kassi Janó feleségével beszéltem, az ő emlékezete szerint, amikor ők idejöttek, 1952 nyarára, tavaszára emlékszik, én már bent dolgoztam a kis szobában. Illés Bandi nyitotta meg a Kosztolányi kiállítást lent a múzeumban, utána odajött hozzám, hogy volna kifogásom életműszerződés ellen. Mondtam, hogy eddig se volt. Azt hiszem, pénteken megyek hozzá. Csak már én pofoznám hozzá magamat a derűsebb körülményekhez. Szóval, úgy jobb, ha itthon vagy. Még ha én nem is vagyok itthon. És nem ilyen rohadt intézményekben. Gyógyulj meg, küldtem szép csomagot, minden válogatott benne, ha szegényes is. Csók, vigyázz, gyere! M.Ő. Július 1-e, boríték nélkül. Édes kincsem, be kellett jöjjek csütörtökön, mert megbüntettek 500 forintra. 4 hónapja lejárt az orvosim, elfeledkeztem róla, elvehették volna a jogosítványt. De sikerült humorral átvinni a dolgot. Mondám, hogy olyan mértéktelenül egészséges vagyok, hogy nem csoda, ha az orvosokról elfeledkezem. Most délelőtt megcsináltatom a vizsgálatot. Valahogy rendeződtem, segítettek, de kiégett vagyok, gyáva, suta. Úgy érzem, biztos te is, hogy egy pokoli rossz, pusztító áramkörbe kapcsolódtunk, amit nem szabad tovább folytatni. Most egyszerűen és szomorúan meghalunk. Pedig milyen biztos fénye van annak, ami volt, lehetett. Csak képtelenségre és hazugságra vállalkoztunk, hogy szorosan éljünk és folyton hűtlen legyek. Ebben örlöttünk fel, ebben is. Pedig már semmit nem szabadna vesztegetni a voltból és abból, ami van. Változatlanul. Amikor tegnap elmentem, nagyon mély lelki lélegzettel ki is akartam lépni az áramkörből, mely bénít, és nem szabadna letagadnom, hogy zuhantam bele valami irracionális gyógyulásba, még ha agyon tépázottan és bénán is. Nagyon szeretném, ha értenéd,
Nem bántás, ez nem lehet az. A vízjeled azon is rajta van, ahol nem vagy, és nem lehettél ott olyan rettentő hosszú éveken át. Míg én folytonosan két fájdalmas pont közé igyekeztem kifeszíteni magamat, hídnak, amit nem lehet végül is használni semmire. Csak tudnál lenni egészséges, önmagadban biztos, és nem agyonsebzett tőlem. És tudnánk úgy és akkor lenni egymás számára, amikor az ajándék. Már biztosan érzem, és éppen, hogy valami torokszorító tőled elszakíthatatlansággal is, hogy a visszaesés könnyűsége nélkül nekünk az az emberi most, ha nem szorosan, hanem külön valamiképpen, hogy ez együtt tiszta és ne pusztító legyen. Félek, hogy kiégetnek gondolhatom magamat, félig meddig, és ha így elfogadnak, nem közönséges emberi tisztasággal és szerelemmel, igazság volna, ha... De biztos, hogy te sem ítéled igaztalannak, rossznak. Nem lehet ez árulás egy mélyebb szinten, ha azt is segít tisztábbá tenni, ami köztünk nem elszakítható. Szerethetem azt, ami elkerülhetetlenül ellened akar és tud csak értem lenni. Hogy téged se veszítselek el? Ilyeneket gondolok. És sok év óta nem volt ilyen tiszta a lelkiismeretem. Érts meg, könyörgök, Miklós. Megjegyzés. V. K. Miklós Orosziból, Szép lapról. Július 8-a, távirat Budapestről Szigligetre. Kedden 5 körül érkezem. Csók Miklós. Megjegyzés. Miklós Pozsonyban volt K-val, én Szigligeten. A lejövetelét közli. Én táviratban kérem, hogy ne maradjon csak kicsi időre. Miklós felpakolt, visszamegy K-hoz. Július 8, távirat Szigligetről Budapestre. Nagyon jól érzem magamat. Testileg, lelkileg kezdek rendbe jönni. Csak akkor gyere, amikor föltétlen szükségét érzed. De értesíts, hogy tudjak a barátoknak mit mondani. Alen. Augusztus. Cédula. Most telefonált Laci. Beszámítás elintézve. Fővárostól elment, holnap be kell menjek megsürgetni a 8. kerülethez, hogy mielőbb fizessenek ki, stb. Szóval minden év, amit kértél, beszámítódott. Ha ez meg lesz, utána plusz 3 hónapot akar még elintézni visszafelé, 6000 forint. Az eltartott férj örömei. Zuhog, vastagon beborult. Odalent is. Csók, te nyugdíjképes feleség. Szeptember 25-e, cédula. Kincsem, sok telefon jött, egy igen bíztató. A kis piros könyv tetejére tettem a lakáspapírost. Tolmár Kati keresett. Hoztam finom malac szalonnát. Pénz elveszett, de a titkárságon holnap kifizetik, nagyon rendesek voltak. Most jött egy jó ajánlat, Tárogató utca, elugrom oda és visszajövök. M. Ő. Megjegyzés. K-nál alszik. Egész nap itt. Október 2-a, cédula. Kincsem, bolond befogott nap volt, most indulok 6 óra a színházba. Juditot hívtam szombat délelőtt. Kérem a szobát, Emőd utcában nem jutottam el. Nem találtam a Kis János Altábornagy utcai címet. Nálad van? Szörényi Laciék voltak itt, majd mesélek. Olasz fordítás rövidesen jön. Január, február. Hűtőben szőlő, szép piros paprika, bakonysajt. Jajjaj. Ó. M. Ő. Október 6-a. Cédula. Kincsen, pénteken délben telefonált Judit, megjöttek a példányok. De kicsit drága, hogy 200-at tetessek félre, több mint 8000 forint, elég lesz 50, és aztán gazdálkodhatunk vele. Júli elment, nagy csönd volt, kezdtem csinálni, összeállítani egy kis anyagot a szimpóziumra az Interkontinentálban. Vasárnap reggel kimennék, és azt hiszem maradok. Hívlak majd kintről. Bemutató végre is sikerült.
a rendezés keretein belül, ami elég fantáziátlan, de a tanácsaim azt hiszem beváltak. És persze mindig akkor volna jó beszélgetni, akkor is, amikor épp nem vagyunk együtt. Ez már így van. De majd kialakul szépen, ugye? Nagyon akarom. Isteni volt a bableves, csók, M.Ö. A kenyér a hűtőben a tej mellett. Megjegyzés. Én orosziban. Váltjuk egymást. Ő K-val ment ki. Október 17-e, C-dula. Kincsem, változott a program. Kérték többen, hogy menjek el a mai összejövetelre, kettőre. A tegnapin többen voltak más, valamivel jobb volt. A rendezők korrigálni akarják a sok rendezési hülyeséget. Egyébként mondják, politikailag teljesen ártatlan szövegek voltak, ami nagyon jó. Végül úgy éreztem, hogy az a különcködés, ha ma nem megyek, de csak udvariasságból. M.Ö. Megjegyzés. Helsinki törvény ellen fórumon kedvetlenül jött haza. Kincsem, Juli sietett, jön, utána takarít. Fél Cétényinétől. Jövök, intézek, pihenj. M.Ö. Megjegyzés. Anyám halála utáni nap. November 17-e, C-dula. Kincsem, sokáig elnyavajogtam a kocsival, akkumulátortöltés. Öreg már, ki kell cserélni, meg egyéb. Már késő lett, hogy induljak. Kának ígértem, hogy a légelzárókat segítek föltenni. Hideg a lakás, rosszak az ablakok, de hazajöttem valahogy. Várt a hír, hogy kerestél, most körbe telefonoztam, de már minden innen elmentél. Remélem valami jó moziba. Este bunker, most 9-ig dolgozom itthon, talán jössz addig. Már mennék el az ablakokat befejezni, és korán reggel orosziba. Nyugodtabb vagyok, valami jó részt írtam, indítottam el, de mélyen mégis szomorú. Egy klasszikus, szerencsétlen mű, és javíthatatlan. Táviratosz, ha jöjjek. M.Ö. December 12-e, Budapestről Sikondára, Alkotóház. Kincsem, most beszéltem Nagy Julival, mondja, minden rendben ment, kint voltak. Megbeszéltétek kis Julit, ezt nem részletezte, csak mondta, hogy már túl van a kiboruláson, és hogy jól vagy. Ez igaz, vagy viselkedés? Megjött Szegedről a zárójelentés, ami fontos, nincs változás a korábbihoz képest. Tanácstalan vagyok, hogy küldjem-e, vagy mutassam Péternek, mégis neki. Tudod, nála jobban. Mi van? Nem mentem még orosziba, jól voltam itthon és dolgoztam. Prózát is, kis törpemamát, meg valami vers szövegszerűséget. Hosszabbnak ígérkezik, még nem fejeztem be. Megkínlódom szó szerint is. Lelki állapotomnak megfelelő szöveg, már bölcsesség is, de még nem nyugalom. Hol lesz az? És legyen-e? Fene dolgok ezek, ahogy a régiek használták a szót. Majd visszakanyarodom a nyugalomba, ahogy K. is ütközik meg lassan a saját jövőjével, és szeretve fél. Néha világos már, hogy a gyerekemet, a mi gyerekünket is szenvedném, szeretném ő benne. És hogy kellett-e ez? Talán kellett. Mindig kislányra vágytam. Drámaiban következett be. És a szép emberi leszálláshoz idő kell. Ezt nem szeretném elrontani. Randa idő, nyírkos, egész nap sötét, jó millió nekem. Szeretném, ha jól dolgoznál, és főképp aludnál. Marit nehezen találtam meg, nem volt otthon, a postaládájába tettem. A rögzítőn hallom, hogy várja. Nem értem, hogy nem találta meg. Holnap hívom a munkahelyén. Szent Iványit rengeteget hívtam, sosem veszik fel. Most beteszek egy cédulát. Nincs érdekes posta. Írd meg pontosan, mikor érkezel. Hát így, 86 idusán. Vigyázzunk magunkra. Sok csók, dolgoz, aludj. M.Ö. December 16-a, Budapestről Sikondára.
Mi közeledik? Feladtad a leckét? Beszéltem a szerkesztőséggel, mondták, jól vagy, csak náthás. És hogy hétfőn jöttök autóval. Én meg-meg. Lehetnék jobban is, de mindenre 10 mázsát rakok. Kint lehet, hogy csönd van valahol, de benn nálam nincs. Talán sose volt. Telefon nem jó, nem jön a csöngetés, de vonal van, ezért nem tudtál hívni. Csak érjen ez a posta utol a levelekkel. Várlak. M.Ő. Csók. Sikondáról egy karácsonyi lapot küldtem. Jézus születése közeledik. December 19. Cédula. Kincsem, gyűvök. Este elment K-hoz. Másnap dél felé érkezett. Karácsony alatt vele lesz. Mama, Egon, halott. Otthon maradok, olvasok. December 23. Cédula. Kincsem, bort, sört hozom reggel. Elmosogattam. M. És K-hoz 23. délután. 24. reggel majd jön. És jött karácsony első napján, délután 5 órakor. A karácsony estét egyedül töltöttem. Nem volt rossz. Nem voltam egyedül. És megjött. Viszkisen. Hallgattunk másnapig. Rövid vacsora, tévét néz. Másnap alszik, ez karácsony másodnapja, 11-ig. Telefon, hogy Tolmár Katáék 12-re várnak az ebédre. Kitörök. Ha már egyedül hagy, Egon bátyám halála után, szenteste és első nap, ne legyen undok, mert ez már sok nekem. Nagyon szépen köszönjük Bozó Andreának és Bagósi Lászlónak, nagyon köszönjük ezt az élményt. Kedves vendégeink, most pedig a színpad Márton László és Károsi Endre íróké, de mielőtt a szót is átadom nekik, nézzünk meg együtt egy igen icipici filmrészletet, 2,5 perc az egész. 8 évvel ezelőtt az egyik indoka annak, hogy kitaláltuk ezt a programot, az volt, hogy szerettük volna, hogyha a Nemzeti Könyvtár csodálatos gyűjteményét megmutathatjuk ilyen formában is a nagy közönségnek, önöknek. A Mészöly Miklós hagyaték ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumba került, ugyanakkor én biztos voltam benne, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban is találunk a köteles példányként beérkezett műveken kívül mást is, és bizony így van. Az ember, hogyha a történeti interjúk tárához és annak vezetőjéhez fordul, Lukács Beához, mindig elő tudnak venni valami érdekeset. 1995-ben az Országos Széchenyi Könyvtár egyik munkatársa, Fogarasi Miklós, könyvtáros irodalomtörténész egy 4 órás életút interjút készített Kisorosziban Mészöly Miklóssal. A 4 órából most 2,5 percet a Kisorosz is részt fogjuk megnézni. Kuriózum, hogy ezt a mozgóképet még nem mutattuk be sehol, ugyanakkor természetesen kutatható a könyvtárunkban. Elindítom most ezt a kisfilmet, és kérem, hogy addig fáradjatok a színpadra, és amikor vége lesz a filmnek, akkor vegyétek is át a szót, nem tőlem, Mészöly Miklóstól majd. Akkor a Kisoroszi az egy villaloncsár? Hát tulajdonképpen igen, mindahogy már így visszatekintve gyűjtögethetem magamba azokat a megülő kis tanyákat, helyeket, akár tengerpart mellett, vagy Balaton, vagy itt a Duna mellett, Kisorosziban. Ez mind olyan visszahúzódó helyé lett az életembe. Gondolom, mint a szárazföld egy-egy biztos pontja a nagy csavargások vagy élethajózások után, ahogy József Konrád egy tengeren töltött csodálatos élet után, nem messze a tengerparttól Angliába, olyan messze csak, hogy legalábbis nagyon éles füllel a tenger moraját hallani. Meg a szaga. Meg a szagát hallani, érezni lehessen, de sose ment annyira a szárazföldre be, hogy elszakítsa magát a tengertől. Ez egy nagyon szép vallomása egyébként, őnek egyik
könyvébe. Szóval ilyen visszavonuló hely, de a legutolsó időkig azért fenntartotta magamnak a szabad létezésnek azt a svungját, meg hangulatát, hogy ez csak egy véglegesen ideglenes hely mindig, amit a szárazföldön kinéztem magamnak, de fenntartva azt a lehetőséget, hogy mint a madár, megrebbenti egy szél, vagy egy gondolat, fölszáll, és megy abba a közegbe, ahol tulajdonképpen otthon érzi magát. Bármennyire is levegőszerű, megfoghatatlan ez a közeg, talán éppen ezt a megfoghatatlanságot becsüli az ember. És ebben a megfoghatatlanságból visszaszállni egy ilyen kunyhóba, kisházba, a szárazföldre, ez tartalékban mindig kell legyen. Mint az ember gondosan úgy élne, hogy nem gondol a sírgödörre, amelyik egy véglegesebb laka az embernek, de jó tudni, hogy van egy hely, ahol ma el fognak kaparni. Jó estét kívánunk, és hát ha már itt ez a nagyon szép levélösszeállítás elhangzott, és Mészöly Miklós szavai, mégpedig képpel együtt, és hogyha a képre emlékeznek, hiszen nemrégen láttuk, akkor látunk egy feltehetőleg, most csak úgy mondom, hogy látjuk, tehát nem azt, amit esetleg mi tudunk, hogy egy feltehetőleg faházat, legalábbis belül ugye lambériázva, tehát egy faház, egy ablak, egy szép kivágás, egy teljesen zöld környezet, tehát egy liget, egy erdő, egy erdőrészlet, és ha erre gondolunk, akkor eszünkbe juthat akár egy másik egy másik helyszín Mészöly Miklós életében, ugye a szülővárosa Szekszárd, szintén a Duna közelében, és az a kérdés, hogy van-e ebben, ugye Szekszárdon volt Mészöly Miklósnak egy szőlőben egy kis vityillója, egy kis kunyhója, Porkolábölgyben, és hát ez a környezet így, ahogy csak a zöldet látjuk, így valahogy felidézi azt, de az én kérdésem az volna, amivel Lacihoz, Márton Lászlóhoz fordulok, hogy mielőtt belemennénk a személyes részletekbe, mit kell nekünk tulajdonképpen tudnunk Kisorosziról? Kisoroszi a Szentendrei sziget északi csücskében van, egyik oldalon Visegrádra néz, a másik oldalon Nagymarosra, és ott válik ketté a két Dunaág, és a Dunakanyarnak ahhoz a részéhez tartozik, amely már Esztergomtól, az Árpádházi királyok egykori székhelyétől egy kissé eltávolodott, és ugyanakkor Budapesthez még nincs olyan nagyon közel, hogy a közvetlen vonzás körébe tartozzék. Egyik oldalról különböző kompokkal lehetett megközelíteni Mészöly Miklós idejében, ma már Nagymarosról nem jár rév, de akkoriban járt még, meg volt a Váci rév, és az most is megvan. Másik oldalról Visegrád, és, illetve Szentgyörgy puszta és Kisoroszi között most is van egy járat, és kocsival is át lehetett menni közvetlenül a Tahitótfalusi hídon. Ez a közvetlen topográfia. Amúgy Oroszinak azt hiszem szláv telepesekről nevezték el még a középkorban, török hódoltságot valahogy átvészelte, és így, ha most az irodalmi vonatkozásait vesszük, egy kicsit Áprili Lajos és az Áprili Família átsugárzik Visegrád felől, és Vác felől meg többen is. És közben nagyon jól el lehetett itt bújni. Ugyanakkor azt kell tudni még Kisorosziról, hogy részben Mészöly Miklós vonzásának hatására az 1980-as években, mielőtt ez a beszélgetés készült volna, gyűjtőhelye lett Budapestről vagy máshonnan oda húzódó művészeknek, és hát a fénykorában nem csak Mészöly Miklós volt ott, hanem
hát hosszabb, rövidebb ideig tartósan, vagy kevésbé tartósan, de ott volt mondjuk, szedjük össze, Valassa Péter, Nádas Péter, Kukorelli Endre, Cakó Gábor, Csaplár Vilmos volt, azt hiszem, az egyik első, aki Kisoroszliba volt, akkor Mészöly Miklós Simon még nem Fiandrás, is volt háza. Igen. Simon Fiandrás, és ez a sor folytatható a mai napig, ma Péter Figergely az, aki egy hitvalló kisoroszi lakos. Szóval hogy azon kívül elég sokan ki is jártak Kisorosziba rendszeresen látogatni, vagy Mészőt, vagy az említett személyeket, ezek nem is zárták ki egymást. És hát Kisoroszi a féle menedékhely volt. Készült egy interjú Mészőjjel a 60. születésnapi alkalmából, megjelent a Jelenkor 1981-es januári számában. Alexa Károly volt a kérdező, és ott egy korábbi állapotot rögzít, egy 15 évvel korábbi állapotot, mint itt a filmben láthattuk, ez 1995-ös felvétel, és 15 évvel korábban, 1980 őszén a Mésző így beszél. Alexa Károly ezt a kérdést teszi fel. Ha nem tekinted intimitásnak, kitérhetnénk kisoroszi kertedre. Mire Mésző? Hogy kert? Paradicsom! Kis homoki vadszeg fűsrét, néhány sor pusztuló szőlő, kiöregedett szilvafák, akác, ősfű, vadfű. Nem egészen ezt láttuk az ablakból a filmfelvételen, de az írószavai ezt jelenítik meg. Fácánok, nyulak, őzek, szarvasok. A talaj állítólag olyan magas kvarc tartalmú homok, hogy már gyógyít, viszont ellen is áll a mezőgazdasági akaratoskodásnak, az úri virágoknak, meg rajta egy kisebb faház. Faházat most itt, faház feltételezését megerősíthetjük, tényleg faház. Nagyjában meg is változott az életritmusom, amióta birtokos vagyok, 1970-es évek eleje óta. A barátaim oda szoktak kijönni, sok fiatal. Amolyan peripatetikus keretet ad ez a táj a találkozásainknak, amelyek egyébként teljesen spontánok, még azt sem mondhatnám, hogy rendszeresek, csupán mindig megismétlődnek. Nekem nagyon sokat jelentenek, mind a munkám szempontjából, mind a saját tágasságom iskolájaként. De erről beszéltünk már. Persze szomorú dolog a mi éghajlatunk alatt, hogyha pár ember összejön, az mindjárt az iparengedély nélküli dalárda alakítás rémképével tölt el bizonyos hivatalos, Alexa Károly mondja, kedélyeket. Mésző, mondjuk így. Alexa Károly, valószínűleg minden emberben megvan a hajlam, hogy közösségbe szerveződjék. De a fiatalokban talán arra is, hogy mestert találjanak, akire egyenrangúként, de mégiscsak felnézhetnek. Legyen 60 éves, vagy akár 35. Most a beszélgetés időpontjakor a régi mozgóvilág szerkesztősége volt nagyjából 35 év körüli, például maga Alexa Károly is, de hát sorolhatnánk még sok mozgóvilághoz, régi mozgóvilághoz kötődő személyt, például a már említett Balassa Pétert. És így tehát kisoroszi eszméje az nem csak a tájat jelenti, nem csak a fácánokat, meg a nyulakat, meg a magas kvarc tartalmú homokot, hanem azt is, hogy a magyar irodalom megújulása egyik fontos helyszíne volt. És ezt nem árt eléggé hangsúlyozni. Igen, valójában egy sziget, tehát maga Kisorosz is egy szigetet képezett ilyen értelemben, és ez több szempontból is érdekes. Egyrészt most hirtelen eszembe jut, ezt én korábban nem tudtam, de nemrég hallottam egyébként éppen azokon a kisoroszi találkozókon, amelyeket néhány éve, 2-3 éve a Mészöly Miklós Egyesülettel elkezdtünk szervezni, hogy ezt a kisorosz, a Mészőjnek és az új irodalomnak ezt a kisoroszi elvonult, de intenzív jelenlétét valahogy ébren tartsuk, valahogy megidézzük, és ezért tavasszal, ősszel egy-egy mészői napot tartunk Kisorosziba. Tehát én ezt ott hallottam, nem tudatosult korábban bennem, hogy a 70-es évek legelején rajtoló úgynevezett akkor fiatal írók, akik hát már nagyon gyorsan nem voltak fiatal írók, de így hívták, hogy fiatal irodalom, meg fiatal írók sokáig, tehát ez a
akkor rajtoló új irodalomnak volt egy releváns antológiája, egyik az első közül, amelynek az volt a cége, hogy Ahol a sziget kezdődik. Ez speciál Csaplár Vimos novellája volt, és most tudtam két éve meg tőle, hogy az Ahol a sziget kezdődik, az Kisoroszi. Tehát a Kisoroszi strand, az északi pontja ugye a Kisoroszi térségnek, akkor még Mészöly nem lakott ott. Tehát tulajdonképpen ugye ez a Kisoroszi, ugye, ami szintén egy másik sziget csúcsi érdekesség, ezt is időközben tudtam meg, hogy nem véletlen, hogy itt beszél ugye a Mészöly a hajózásról, és Joseph Conradot idézi, meg a hajós életmódot, meg a egyebeket. Hát Kisoroszi egy fontos hajózási kereskedelmi központ volt. Ez furcsánhat nekünk magyaroknak, már olyan értelemben, ugye, hogy az a kis vékony Duna ágról ugye az ember nem gondolja. De valójában ott egy hajós kereskedelem zajlott, tehát ez a falu, mert hogy visszatérve a faházra és a szép erdőrészletre, ez valójában egy falu, aminek a szélén, amitől egy némi távolságban helyezkedik el a ház. És tehát tulajdonképpen egy emberi lakhely, nem egy remete lak ez, és ami szintén nem látszik a képen, és te viszont felidézted az előző szavaiddal, illetve Mészöly is mondja, vagy nem, te idézted, bocsánat, Mészöly, hogy kiegészítve azt a szép zöld képet, amit láttunk, ez egy kicsit, hát ha nem is sivatag, de valóban tele van homokkal. Tehát ennek a háznak a környéke, Kisoroszinak az a része, az olyan, mint egy szavanna. Tehát homok növényzettel. És hát emlékszem, hogy amit megidéztek, az már kicsit később volt, 90-es évek elején, amikor Tahitót faluból jártunk át, mentünk át többször Mészőjékhez. Mindig ez nagyon érdekes volt, hogy valahol meg kellett állni, ha kocsival mentünk, ha biciklivel, és onnan mezítláb vagy máshogy egy csomó homok útvonalon kellett át. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy a homok, a víz, a sziget, az erdő, valahogy, és az emberi tevékenység, valahogy mind együtt jelenik meg ebben a szimbolikus faház környezetben. Hát meg szexárt pótlék is. Most itt az én tudatlanságomat kell, hogy előtérbe állítsam, de 20 éves voltam, amikor a Szárnyas lovak című kötet megjelent, és amikor a címadó elbeszélést olvastam, a Szárnyas lovakat, és azt olvastam, hogy erős szél fúj a Duna felől, akkor szentül meg voltam győződve róla, hogy ott Kisoroszi környékén a Dunakanyarban játszódik a történet, és csak sokkal később évek múlva vált világos, hogy ez valójában szexárd. És hogy olyan bor és pince kultúra, ahol az erjedő must szénmonoxidjában szeretkezés közben meg lehet fulladni, az a Dunakanyarban a 20. században már nem volt lehetséges, mert a filoxéra ott kipusztította a szőlőket, ott is voltak szőlők, de nem telepítették újra őket. Illetve hát most már Dunabogdányban vannak szőlők, de Kisorosziban mai napig sincsenek. És egyáltalán az, hogy egyszerre remetelak, hogy hát peripatetikus fészek, szervezkedési hely, de közben meg a szabadság farkastanyája is. Tehát, hogy tökéletesen el lehet szigetelődni benne, ha valaki azt akarja, de ugyanakkor megszakítatlan napokig tartó társas élet is elképzelhető. És ez 70-es években, 80-as évek elején nagyon erősen jelen volt. A homokhoz nekem az a személyes emlékem van, hogy egyszer egy nyári délután, amikor Leányfaluról biciklivel átmentem Kisoroszibe, akkor egy nagy társaság volt együtt, talán éppen ez a 83-as nyári nap volt, amelyikről a felolvasott levélben szó esik, és akkor a Radnóti Sándor hozott néhány embert a kocsiján, ami egy 1003-as zsiguli volt, Lada. És elmentünk egy közeli bányatóhoz fürödni, majd onnan visszatérve a Sándor indulni akart volna, de a kocsi nem akart menni, mert
mert a homokban elkezdett pörögni a kerék, ő pedig tövig nyomta a gázpedált, ennek az lett az eredménye, hogy körülbelül 1 méter mélyre beásta a kocsiját a homokba, holott előre-hátra kellett volna óvatosan rugóznia, és akkor a Miklós meglátta, tűnődve elnézte a beásott kocsit, és azt mondta, hogy Sándor ezúttal nem végzett jó munkát. Szóval, hogy a homok, a természeti adottságok, a bányátó, a gondtalan fiatalság, az idősödő, de akkor nagyon jó karban levő mesterre való feltekintés, ami gyönyörűen öregedett, és fantasztikusan tartotta magát 60 éves kora körül. Ez így akkor tökéletesen együtt volt. Az imént felolvasott szövegből egyébként kiderül, hogy micsoda nyomás lehetett a beszélőkön. Alexa Károlyon, aki az interjút készítette, és a Mozgóvilág szerkesztője volt, Mészőjön, és persze a Jelenkor szerkesztőségén is. És sok mindenről beszél Miklós ebben a szövegben, hát ez egy nagyon hosszú interjú, 20 folyóirat nyomtatott oldal. Többek között beszél háború utáni tapasztalatairól is, és utána a Népszabadságban jött a menetrendszerű feljelentő cikk E. Fehér Páltól, pár nappal később talán, ahol azt kifogásolja, hogy a Mészői bűnösnek bélyegzi a baranyai svábok kitelepítését. Konkrétan azt mondja ebben az interjúban, hogy bűnösök ítélkeztek ártatlanok fölött. Erre az E. Fehér Pál érvként azt hozza fel, hogy a békeszerződés egyik cikkeje erre kötelezte Magyarországot, de ma már, mai eszemmel azt gyanítom, hogy nem ez volt a baja neki, hanem pontosan ez a peripatetikus szerveződés, ez az engedély nélküli dalárda alakulás, amiről ő itt beszél, és amelyet feltehetőleg figyeltek is annak idején, ennek talán meg is vannak a dokumentumai a Szőnyei Tamás könyvében, de hát ez egy másik történet, és nem tartozik hozzá Mészői Miklós műimmanens és életműimmanens írói alkotához. Igen, és még amit megint csak érdemes fölidézni, hát bizonyára többen vannak, vagy talán sokan, akik esetleg jártak Kisorosziban, vagy a Szentendrei szigeten barangoltak. Ugye azért föl kell idézni, hogy Kisoroszi a szigeten belül is nagyon viszonylag elszigetelt, kb. 10 km választja el a főbb útvonalat képező Tahitót falutól. Na most ennek két következménye volt akkor, de hát bizonyos fokig van ma is. Egyrészt közlekedéssel szinte lehetetlen kijutni, nagyon kevés talán busz van. Hát kompal lehet menni. Kompal, igen. Már úgy értem a szigeten belülről. Viszont éppen ezért ideális kerékpárút, útvonal, mert lehet menni az autóton 8-10 kilométert, néhány autót jön szembe, illetve a engedély nélküli dalárda szempontjából mégiscsak az volt, hogy ide csak az jön, aki oda megy. Nincs átmenő forgalom, ide csak a barátaink jönnek, és itt magunkban vagyunk. Tehát erre a falu nagyon alkalmas volt, bár eredetileg talán Mészői részben ezért mehetett oda, de nem csak ezért. Hát, mint a levelekből is kiderül, és nyilván ez Alen és Miklós kapcsolatát is nagy mértékben befolyásolta. Volt, amikor együtt lehetett látni őket Kisorosziban, de nem mindig. Igen, erre íróbarátaink és kollégáink is emlékeznek. Na most valóban, ami miatt tulajdonképpen a helyi érdekességei mellett ugye érdemes volt erről beszélni, ezt a témát ezen este alkalmával megidézni, ez éppen az, hogy ahogy Laci már más módon említette, illetve beszélt erről egy pár mondatot, hogy itt a magyar, új magyar, hát új magyar legalábbis szép próza, tehát az új magyar próza formálódásának egy nagyon komoly műhelye van. A műhely persze nem úgy értve, hogy ugye üzemszerűen igazán Mészői és Nádas lakott kinn hosszú ideig. Balassa Péter bérelt ott házat,
Kukorelli vett egy házat, de nem ez élt ott. Volt. Sokat volt ott egyébként, tehát, és később is volt. Tehát itt inkább olyan értelme volt műhely ezeknek a beszélgetéseknek, eszmecseréknek, a napi reáliákból való tevékeny kiszakadásnak vált ez egy központi helyévé, és tulajdonképpen ezek az írók, akiket hát ma is ugye nem csak akkor lehetett ismerni, hanem tartósan ugye ismertek és jelentőset alkottak, és nem csak ők, hanem sokan mások, akik alkalmilag vagy többször ott jártak. Tehát tulajdonképpen az új magyar próza formálódásának ez egy szimbolikus, de valóságos helyszíne is. Tegyük hozzá, hogy közben a demokratikus ellenzéknek nevezett csoportosulás is kijárt, méghozzá úgy, és ez a régi mozgóvilág szellemiségéhez tökéletesen hív volt, hogy az úgynevezett népiek és úgynevezett urbánusok együtt voltak. És ez abszolút jellemző volt a régi mozgóvilágra annak felszámolásáig. És többek között Mészöly alakja volt ennek a garanciája, hogy ez a nemzeti szempont és a progresszív társadalmi megújulás szempontja közös nevezőre hozható. És akkor a 80-as években ezzel nem is volt az égvilágon semmi probléma. Aztán hát nyilván az is említendő itt, hogy a kisoroszi évek azok Mészöly pályáján is egy fordulattal esnek egybe, hogy a filmmel elment a falig, vagy egy bizonyos falig elment, az 1975-ben készült el és jelent meg, és akkor volt ő 55 éves, ereje teljében volt, és számot kellett vetnie azzal, hogy amit addig felépített, mondjuk az atléta halálától a filmig, vagy a jelentésőt egértől a filmig, az így nem vihető tovább. És ilyenkor az a kérdés, ma már így nagyokosan mondhatom, hogy meg tudja-e oldani egy író élete delét átlépve, hogy megőrizze személyisége folyamatosságát, és ugyanakkor radikálisan meg is tudjon újulni. Mert ha nem tud megújulni, akkor önismétlésbe bocsátkozik, ha pedig szakít addigi eredményeivel, akkor veszélybe kerül az életmű és a személyiség egysége. Most a Mészöly Miklós életműve nagyon jó példa arra, hogy ezt ő megoldotta, hogy visszakanyarodott egy pannon hagyományhoz, amely azonban nem kevésbé volt radikális, mint az addigi minimalista prózaíró stílusa. Hát azzal, hogy a pannon mitológiát, meg a szexárdiságot térképaliszkáról és efélék a szemlélődése középpontjába állította, merre a csillagjár az is, meg onnantól kezdve az egész írásművészet a 80-as években a családáradásig bezárólag erről szólt, hogy az nem egy konzervatív fordulat volt, miközben a hagyományt sokkal erősebben középpontba állította, mint korábban, de ez egy radikális archaizmus volt inkább. Tehát azt kell mondani, hogy nem kevésbé megújuló hajlandóságú, mint a 60-as, 70-es évekbeli prózai teljesítménye, és ezt én térben a kisoroszi szexárd tengelyel kötném össze. Az bátorít fel arra, hogy egy személyes megjegyzést is tegyek, hogy már egy ideje a Nibelungének című középkori epikai műfordításán dolgozom, és ott is egy hasonló tengely figyelhető meg, pontosabban ott kettő, van az észak-dél Rajna tengely, és van a kelet-nyugat a Duna tengely, és hogy ezek összekapcsolása köti össze a mondjuk a művelt nyugati régi Európa és a barbár peremvidékek összecsapását. És azért merem ezt mondani, mert Miklóst is ez intenzíven foglalkoztatta, és különösképpen előtérbe került ez a 80-as években írt pannon jellegű prózájában. Igen, és hogyha megemlítetted, illetve hát plasztikusan láthatóvá tetted ezt a szexárd kisoroszi tengelyt, ugye
szó volt róla korábban, hogy itt a Duna egy kapocs, természetes földrajzi kapocs. Viszont ahogy megemlített, illetve szóba hoztad a film című, hát talán az egyik legrelevánsabb Mészői opuszt, hanem a, hát ki hogy gondolja. De tulajdonképpen itt van egy érdekesség, hogy ez a helynek a koncentrált fontossága nem csak a Pannon és Szekszárd vonalon, illetve a kisoroszi térség adta a szellemi szabadság övezetében figyelhető meg, hanem pont a filmnél van egy harmadik helyszín, tulajdonképpen ahol laktak. Iszonyú fontos. Igen. Ez nagyon-nagyon fontos. Egyébként nem titok, hogy nemrég együtt voltunk Szekszárdon, Mészői Emléknapon, Endre és én, és ott Ódor János elemezte Mészői állítólag, de nem biztos első novelláját, a Koldustáncot, éppen topográfiai szempontból, hogy hol voltak azok a helyszínek, amelyek azonosíthatók a novellában. És hát számomra is döbbenet volt, hogy az a sétány, amelyen az elbeszélő a belváros felé megy, a vasútállomás felé, ugyanaz a sétány, amelyen én is haladtam. Például akkor, amikor megérkeztem Szekszárdra, és hogy az a templom, amely előtt a koldus üldögélt, az mennyire közel van a szülőházhoz. És hogy igazából az az út, amely a vasútállomás és a novella helyszínek között van, az eltűnik, de ugyanakkor vissza is ugrik, és ki is tágítja az elbeszélés terét. Másfelől meg az az utca, amelyen a filmbeli idős házaspár megy fölfelé a hegyen, az azonosítható a Csaba utcával, a hegy oldala azonosítható a Kisváb hegy, akkor Martinovics hegy oldalával, a vendéglő, ahol a legumizott nyelvű Cerkóf majom található, az a akkori budai Lúdlábbal, később John Bull, mai nevén Medzóval. És hogy erre rávetül ugyanakkor egy egészen rejtélyes történet, a Silió Péter története, amelynek helyszíneivel én nem vagyok meghitt ismerettségben, de ma már tudom, hogy ezek is Szekszárd környéki helyszínek, illetőleg a Sió csatorna környéke. Mindenesetre Szekszárd környékéről viszi fel a paradicsomot Silió Péter, és úgy keveredik bele a zavargásokba. És egyfelől van egy olyan törekvés a modern irodalomértésben, hogy iktassuk ki az életrajziságot, meg a személyre vonatkoztatott olvasást az olvasásból. Másfelől viszont ezek a megragadható ismertető jegyek, hogyha lehántjuk róluk a személyes esetlegességet, márpedig a Mészői írás művészete ezt nem csak hogy lehetővé teszi, de kifejezetten meg is kívánja, akkor ezek nagyon erős fogódzókat adnak az írásmű szorosabb értelmezéséhez, mint a Koldustánc és a film példája is mutatja. Igen, egyébként ezzel összefüggésben, hadd említsem meg önöknek, nyilván sokan látták, tudják, de a jelenkornál futó újra kezdett életműsorozat legutóbbi darabja, ugye éppen a Vadvizek című novellás kötet, a Mészői életműnek az első könyv darabja, és mellesleg megjegyzem, hogy ezeknek a borítóján, az új életmű sorozatnak Nádas Péter Mészői fotói vannak, tehát tényleg összeállnak, összevágnak itt a dolgok. És ugyanakkor, ha a filmről már itt szót ejtettünk, ugye a Csaba utcáról és arról a budai részről, ugye, ami a Városmajor csücske gyakorlatilag, érdemes fölidézni itt ezt most a hajózást olyan átvitt értelemben, tehát, hogy tulajdonképpen itt a filmben egy időutazásnak vagyunk a részei, ahol a film című regényben, ahol tulajdonképpen, ahogy Laci említette, a tulajdonképpeni történet annyi, hogy az idős házaspár a Csaba utca egyik sarkától eljut a felső, a Maros utca, vagy nem tudom melyik saroktól a Városmajor utcáig. Hát följebb mennek, szerintem ott veszítjük őket szem elől, ahol a Bíró utca után a lépcső igen kezdődik, mert van egy hát ő tudja, mert arra lakik. Van egy utalás erre, hogy mennek föl a lépcsőn, és onnantól kezdve nem látjuk őket. És van ott egy hely, egy üres talapzat, ahol azt állítja Miklós, hogy volt egy világháborús szobor, egy emlékmű, és nyilván azt már elbontották közvetlenül a II. Világháború után is, de nagyjából ez így lokalizálható. Kétségtelen, hogy onnantól kezdve homályba vész a hely. És akkor a másik, hát ha mondhatjuk, hogy narratív réteg, ami persze
nagyon filmszerűen, ugye ilyen flashback-szerű, bevágott képekből áll össze ez a Silió Péter féle történet. Tulajdonképpen most a helyszínekről beszélünk, de ugyanakkor az idősíkokról is, mert hát az valamikor 1912-ben vagy mikor játszódik. Ez volt a vérvörös csütörtök. Ez volt a vérvörös csütörtök, igen. És a séta, meg hát valamikor a kortárs időben. 1970 körül. Igen, azokban az időben. Közben játszódik. Van egy második világháborús idősík is, a Városmajor utcai zsidó szeretet otthon lakóinak legyilkolása, az is be van illesztve. Hogyha most nagyon intertextuálisan akarunk olvasni, akkor erre a szövegrétegre időközben ráíródott Zoltán Gábor Orgia című regénye is, amelyről Mészöly nem tudhatott, de így utólag lehetetlenség nélkül értelmezni. És akkor felvetődik az a kérdés, amiről már tulajdonképpen volt szó, hogy Mészöly és az akkori fiatal írók viszonya Kisoroszira való különös tekintettel. Hát ez egy nagyon termékeny és érdekes téma, mert ahogy most már itt többször elhangzott, ugye idézte a Alexa interjúnak ezt a részletét is Márton László, hogy igény volt arra sok íróban, sok fiatal szellemben, nem feltétlen mindenkiben, de akár kimondva, akár ki nem mondva, vagy nem is érzékelve, de igény volt arra, hogy egy autentikus pályacsúcsán lévő író szellemi kisugárzása körül valahogy néha össze lehessen gyűlni. Hát ezt erre utal ez a... És nyilvánvalóan az új irodalomnak azok a képviselői, hogy mondjam, tendáltak errefelé, akik az akkori egyébként hát viszonylag változatos, de mégiscsak az akkori irodalmi színképhez, irodalmi összképhez viszonyítva mondjuk egy kicsit járatlanabb, szokatlanabb, progresszívabb, ha lehet így mondani, úton kívántak haladni. Na most ennek persze van egy vissza hátulütője is lehet, hogy egy idő után a bálványozás, meg a példaképkeresés egy kicsit foglyul ejtheti mindkét felet. Na, mert most az a kérdés persze, hogy mi az, hogy autentikus. Most egy picit körültekintünk, hogy mondjuk miért nem Vas Istvánt tekintették mesterüknek az akkori 70-es évekbeli fiatal írók, holott hát nagy tehetség volt. Miért nem Juhász Ferencet, aki szintén nagy tehetség volt. Miért nem Örkény Istvánt? Erre viszonylag könnyű felelni, azért mert meghalt 1979 elején, és már előtte is nagy beteg volt. Holott ő erre alkalmas lett volna. Miért nem Szentkuti Miklóst? Azért mert elszigetelten élt. Miért nem Mándi Ivánt? Azért mert túlságosan különc volt. És akkor így kizárásos alapon lényegében két férfiú marad a porondon, Ottlik Géza és Mészöly Miklós. De hát Ottlik is nagyon elszigetelten élt. Igen, de Ottliknak is volt egy Mészöjnél valamivel szűkebb, de neki is voltak tanítványai. Most tudni kell, hogy a két kiváló író nem nagyon kedvelte egymást. Hogy miért nem kedvelték egymást, azt én nem tudom. Feltehetőleg személyes okai voltak. És aztán később, egy kicsit később a 80-as években harmadik így vezércsillagnak a Nemes Nagy Ágnes jelentkezett, ráadásul mögötte az újjászerveződő Újhold is ott állt, de a Nemes Nagy Ágnes hatásfokát szerintem rontotta a többi akkor még élő újholdas, például Lakatos István és Lengyel Balázs is. Hát ők nem voltak annyira attraktívak, és nem képviseltek akkor a szellemi tekintét. És egy kicsit későn is érkezett ez már, mert ez már a 80-as évek közepe volt, és Ágnesnek akkor már nem sok ideje volt hátra. De körülbelül ez volt az akkori erőtér. Most akkor így, ha az egész Kárpát-medencét nézzük, akkor például Sütő Andrást is lehetne számítani, csak messze volt, meg nem volt megszólítható. De ezért volt ez. Na most, ha azt nézzük, hogy ebben az erőtérben, és szerintem választani kellett, hogy vagy Mészöly, vagy Ottlik. A kettőt egyszerre nem lehetett egyforma intenzitással kedvelni és tisztelni. Habár Balassa Péter és az ő nyomán hát a kollégái és a tanítványai ezt az Ottlik-Mészöly vonalat, tehát kultúra, persze ez egy poétikai szempont, nem emberi,
és emberi kapcsolati, de hát pont ezt az Ottlik-Mészöly vonalat nevezték meg, mint a modernizáció legfontosabb tengelyének. Egyébként hozzá kell tenni, hogy ezek közül a nevek közül, amelyeket Márton László említett, mondjuk Juhász Ferencet ki lehet venni a pakliból, mert ő nagyon érdekes akkor már volt. Népszerűtlen és nagyon népszerűtlen volt, és ugyanakkor meg annyira szuverén, amit csinál. Mindenki szuverén volt a maga módján, csak ő túlságosan elmerült saját igen, szóval ő erre nem volt alkalmas. Viszont igazándiból Mészöly képviselte a szó kortárs értelmébe vett modernséget a leginkább. Hát meg több rugalmasság volt benne, mint a többi tekintélyben, meg éppen azért, mert nem infantilizálódott, mint Vörös Sándor, róla is szót ejthettünk volna, hanem megmaradt fiatalosnak, ami nagyon nagy különbség. És volt szeme az induló tehetségekre, más kérdés, hogy nagyon komisz tudott lenni velük. Nem volt egy túlzottan kedves ember, hogyha valakinek vannak személyes emlékei róla, azt tudja, és hát mindenki elég nagy pofonokat kapott tőle. Más kérdés, hogy ezek a pofonok olyanok voltak, mint egy zenmesternek a pofonjai a tanítvány számára, hogy ebből is nagyon sokat okulhatott utóbb. Hát, hogy nem tudom, hogy ez ki hogyan élte meg annak idején, Eszterházy Péter erről már nem fog beszélni, Nádas erről tudna egyet mást mondani, és ír is nem is nagyon rejtetten a levelezés előszavában. De hát nagyon nem szerette a Miklós azt, hogyha valaki nem elég karakteres, de azt sem, hogyha valaki túlságosan karakteres és túlszalad rajta. És akkor bizony nyomdafestéket nem tűrő fordulatokkal jelezte nem tetszését. De most én csak a magam nevében beszélhetek, én nem kerültem hozzá igazán közel, mert én is már későn ismerkedtem meg vele, de ezeket a szeretetre méltó pofonokat ma már valahogy úgy tudom felidézni, mint amikor Mollai Károly professzor megbuktatott német nyelvtörténetből az egyetemen. Ez volt az egyetlen bukásom az egyetemen, és azóta középfelnémetből fordítok. Igen, hát lassan ideje a búcsúzásnak is, de azért hozzátettem, hogy megcáfolnám már találszott. Szerintem Mészöly Miklós a maga méltóság, vagy hogy mondjam, normális módján, tehát bizonyos tartással, de én szerintem kedves volt, az más kérdés, hogy lehet, hogy ez olyan, én hosszú időn át ismertem, mert ugye a mozgóvilág tájékán ismertem meg 78-83 között, és utána hát kapcsolatban voltunk sokáig, de igazán nem tartoztam azok közé, akik nagyon, szóval sűrűbben vették körül, ezért hát én nekem az az emlékem van róla egy nagyon hosszú ideig, hogy különben kedves ember. De igaz, hogy nem akartam hozzá közelebb kerülni, mint amennyire közel voltam. Pofonokról tudok, igen, de ezt szerintem ritkán adta, nem? Vagy... Hol ritkábban, hol sűrűbben. Hát ez mikor, hogy... Persze... Meg egyébként még azt akarom elmondani, ez pofonokhoz nem tartozik közvetlenül, de hogy volt egy olyan saját magáról kialakítandó képe is, amely nem került be a köztudatba. Szóval én életem úgy alakult, hogy 2002-ben kint voltam Münchenben, és akkor elmentem a Hanser kiadóba, amellyel nekem akkor volt némi ismerettségem, és a Miklós könyvei is ott jelentek meg a 70-es évek végéig, vagy 80-as évek elejéig, és elkértem a Hanserhez írt leveleit. Elég sok levelet írt a Hanser vezetőségének, és abból hát kaptam egy fénymásolatot. A levelek egy része németül van, más része magyarul, és lefordítva. És akkor egész meglepő dolgokat találtam. Például nagyon részletesen ír regény terveiről, hogy milyen regényeket szeretne írni. Abszolút nem volt róla szó, hogy ő a 80-as években regényeket akart volna írni. Én részletes szinopszisok. De közben meg volt egy olyan érzésem, hogy igazából csak a kiadó kegyeit akarja elnyerni, amely kiadó őt már ejtette.
Ez, hogy miért hiúsult meg az ő világirodalmi karrierje, mert lényegében meghiúsult, miközben Nádas Péteré elindult már a 80-as években, de Eszterházié is, de aztán Krasznahorkaié is, és még Mészöly életében, de már betegsége alatt a Kertész Imréjé, miközben ő a 70-es években elég jól elindult, és aztán ez a pályája elakadt. Hogy miért történt ez így? Szerintem például azért, mert hajlíthatatlan volt. És egyéb okokat, amelyeket szoktak emlegetni, hogy nem válaszolt levelekre, vagy hanyagul intézte az ügyeit, én nem tartanám annyira fontosnak, hanem erről van szó, hogy a radikális írásmódja arról győzte meg a külföldi, főleg német kiadókat, főleg a Hansert, hogy ebből nem lesz sem bestseller, sem Nobel-díj. Egyik sem lett tényleg, nem? Viszont egyik utolsó levelében azt találta írni a Hanser kiadói igazgatójának, Michael Krügernek, hogy nem mi lettünk öregebbek, hanem a sörhabja lett vékonyabb. Hát ez majdhogy nem jó zárszónak, de én még egy gondolat erejéig visszatérnék a filmrészlethez, amelyet láttunk, és ahhoz a képkivágáshoz, a zölder, hát facsoportozattal és erdőrészlettel, és azt javaslom, vagy azt tudom megígérni, hogy el fogom küldeni a Széchenyi Könyvtárnak, és Boka Lászlónak, és a többieknek, tehát el fogok küldeni két nagyon szép fényképet, amelyet Kisorosziban, egyébként az egyik ilyen ülésen, ülés alkalmából Nádas Pétertől kaptunk, aki fotózott az ottani sétáik nyomán, és az ottani sétáikról. És van két olyan szép kép, amely nagyon idézi ezt a tájat, amit láttunk, és hogyha esetleg, nem tudom, hogy lesz ennek honlapos, internetes utóélete, akkor esetleg oda lehetne ezt a két képet illeszteni, és ha önök meglátogatják majd erről az estről szóló dokumentumanyagot, akkor ott megnézhetik ezt a két szép nádas fotót, és ezzel visszajutottunk a saját időnkbe, és mivel nem akarunk visszajönni sem az önök, sem a szervezők idejével, nagyon megköszönjük a figyelmüket.